vágok a térbe, megyek a feketére, szóljál rá, hogyha lassan kész. Kótyagos az ész, kotyogósba víz, kell a kese íz. Add azt a kávét, hányszor kell mondjam még, mindjárt elalszom állva. Basszold a presszót, aztán meg minden jót, pörgünk, mint kulcs a zárba. Hétfő reggel hétre, berúgó kart a szívre. Édes csábos békjó, ócsó kis cappuccino, minden jó, bárcsak megkapnám. Zúg a szív csak rám, nyelvem bízva bíz, érzem 10-ből 10. Add azt a kávét, hányszor kell mondjam még, mindjárt elalszom állva. Basszold a presszót, aztán meg minden jót, pörgünk, mint kulcs a zárba. Add azt a kávét, hányszor kell mondjam még, mindjárt elalszom állva. Basszold a presszót, aztán meg minden jót, pörgünk, mint kulcs a zárba. A szerelmek csordog át felém, de ha jót akarsz, a bögrét forrón tedd elém. Elnyúlunk a nappal, messze még az éj, de én elnyomom az álmot, kérjél egyet még. Add azt a kávét, hányszor kell mondjam még, mindjárt elalszom állva. Passzold a presszót, aztán meg minden jót, pörgünk, mint kulcs a zárba. Add azt a kávét, hányszor kell mondjam még, mindjárt elalszom állva. Passzold a presszót, aztán meg minden jót, pörgünk, mint kulcs a zárba. A zárba. A zárba, a zárba. Szerintem ezt a dalt mindenki szerette, még talán az is, aki nem olyan nagy kávé rajongó. Köszönjük szépen! Valószínűleg. Gratulálom, srácok! Lássuk, Lilla, neked passzolhatnánk most egy presszót? Óriási, passzold ide a presszót. Én szerintem holnap a Pozsonyi úton, sőt az összes pesti kávézóban ezt fogják beszélni. Így van. Szerintem itt most valami nagyon megszületett. Ebben az a zseniális, hogy ez egy úgymond kávéköltészet is egyben. Azért is nagyon tetszik azon túl, hogy egy gitárral és két ilyen énekhanggal és két ilyen egyéniséggel mit lehet teremteni? Egy 3 perc alatt, 2,5 perc alatt. És ugyanakkor a szöveg is, mondom, de számomra egy költészet, én szívből gratulálok, mert minden gondolata önmagába, még a dal nélkül is megállja a helyét. Na látjátok! Fantasztikus! És nem menjünk el szónélkül, mert egy rajongótok van. Az átvezető zene rész, meg még egy külön kis kincs, kávé, zac, szűrőn a szerelme csordogál. Hát ennek olyan bája van. Nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok. Ettől fontos a dal, a magyar dal. És nem menjünk el amellett sem, hogy ugye nem csak szimplán be voltak húzkodva azok az akkordok, hanem gyönyörűen bontogatott Bence, és mellette szólamot énekelt Barna. A szakma. Figyelj, frappánsan mondok véleményt. Kávéházas köntösben passzoltátok a presszót. A dal színpadát nagyon király volt. Köszi szépen. Mindenkiből előhoztátok a költőt, látjátok, srácok? Egyelőre nagyon jól indul. Bence, pontokra vetítve? Igen, baromi jók voltak a kis izgalmas szójátékok voltak. Nagyon, nagyon tényleg tök jó volt. 9 pontot adok erre. Tök jó. Egy 9-es. Feru, a te pontjaid? Én úgy gondolom, elég lesz 6 is. Na majd ezt majd elmagyarázod, Lilla. A kávét. 10 pont! Hoppá! Hoppá, megszületett az első 10-esünk. Viszont itt engedjék meg a kedves nézők, hogy elmondjam, hogy azáltal, hogy Lilla előtte a puskaport,
és beadta a tízest a Murielnek, ez azt jelenti, hogy automatikusan ma már nem juthat tovább senki az elődöntőbe. Ez ne szegje senkinek a kedvét. Ne csak zárójelbe jegyeztem meg. Barna. 9 pont. Újabb 9. Így még izgalmasabb. Köszönjük szépen, srácok. Fáradjatok a páholyra. Gratulálunk.